A Barátok boltja nagyböjti könyvajánlója közül az első kötet, Prohászka Ottokár elmélkedései az evangéliumról, a nagyheti húsvéti időszakra. Prohászka sokakat tanított ezzel a kis könyvvel imádkozni, mondatonként elénktéve az evangéliumot, magyarázza szívvel, lélekkel, értelemmel, és nem professzori szinten, hanem úgy, hogy mindenki megértheti könnyen. Fogadjuk meg a tanácsát, és ne egyszerre olvassuk el a könyvet, hanem szakaszonként. A következő könyvünk Futó Károly atya Szentté kell lennünk című könyve. Ez sem egy olvasmány, hanem egy kéthetes lelki gyakorlat, amit még húsvétig elvégezhetünk. A címe esetleg ijesztő, a határozott felszólítás, és nem biztos, hogy mindenki célul kitűzte, hogy szentté legyen. A szentek néha távoliaknak tűnnek, határozottak, sokat imádkoznak, eltökéltek, mi pedig nem. Néhány fejezet címet említenék. Aki boldog akar lenni, tegyen boldoggá másokat. Úton az igazi szabadság felé, hogyan tegyünk szert kellő lelki erőre, a megtévesztés fejedelme, egészen új emberré kell lennünk, kérjük a lelket. A következő könyv Richard Rohr Most című könyve. Richard Rohr egy ferences szerzetes. Elsősorban azzal foglalkozik, hogy miért nem látjuk az igazságot valóságos módon és alázatosan, hogy lehetne ezen javítani. A vallásos életben kulcsfontosságúnak tartja a változást, a változásra való hajlandóságot. A változásban találkozást az irgalmas Istennel, ami megtéréshez vezethet. Idézi Newman bíborost, aki azt mondja, hogy a változás az emberi létünk alapja, és aki tökéletes, az sokszor változik. Az egónk, a hamis énünk mindennél jobban utálja a változást, és mindannyiunkban rengeteg módja van az elkerülésnek, a hárításnak ezzel kapcsolatban. A következő könyvet Anselm Grün, az ismert bencés szerzetes, sokak lelki vezetője írta. Címe az Ember életútjának felén. Az életközepi krízissel foglalkozik, ami szinte minden 35 és 40 év közötti embert elér. Ezt a tényt a világ számos részén regisztrálták, tapasztalták. A szerző két módon próbálja feltárni a problémát, a hit szemszögéből és a pszichológia, mint tudomány szemszögéből, és érdekes, hogy mindkét vonalon ugyanaz a megoldás születik. Nem kell félnünk ettől a krízistől, mert egy lehetőség önmagunk új felépítésére, a benső kincseink feltárására, és hogy egy új módon találkozzunk Istennel és a hitünkkel. Az utolsó ajánlatunk a Mennyei Derű című könyv, segítségünkre lehet a húsvéti öröm megélésében. A jezsuita szerzetes azért foglalkozik ezzel a témával, mert azt tapasztalja, hogy sokakban a vallásosság egyenlő a szigorúsággal, szomorúsággal, hogy gyakran a vallási intézményeink is ezt sugallják, és sok hívő ember vallásosságról alkotott fogalma is a szomorúsággal, komolysággal, mogorvassággal egyenlő, és szeretné, ha ez nem így lenne. A szentek életével is foglalkozik, akik igenis jókedvű emberek voltak, akiktől távol állt a szomorúság, hiszen a szentség Istenhez vezet el bennünket, Isten pedig minden öröm forrása.